Összegeztük az első két hónap államháztartási adatait, és az a jó hírem van, hogy már hatnak a tavaly novemberi 6 évre kötött bérmegállapodásnak a pontjai. Ugye emlékeznek rá, tavaly novemberben a munkaadókkal és a munkavállalókkal kötöttünk egy megállapodást, ennek kapcsán adócsökkentési és béremelési lépésekről döntöttünk, és idén januárban is, amikor az első havi számok megjelentek, akkor azt mondtam, hogy azért érdemes a február és a március hónapokat megvárni, hogy pontosabb képet kapjunk. Kedvező volt a januári szám, 123 milliárd forint volt akkor a többlet, de úgy tűnik, hogy februárban ez a trend folytatódik. A februári államháztartási többlet 57 milliárd forint lett, így az első két hónap összesítés alapján 180,4 milliárdos többlettel zárta az államháztartás az első két hónapot. A központi költségvetésnek az egyenlege az első két hónapban 144,2 milliárd forint volt, az állami pénzalapok egyenlege 48,4 milliárd forint, és a társadalombiztosítási alapok egyenlege pedig negatív volt, tehát hiány volt, 12,2 milliárd forintos hiány alakult ki, így jött ki a 180,4 milliárd forint.